Speedway Grand Prix, tehát nemzetközi salakmotoros nagydíj itt Miskolcon, amelynek ünnepélyes bevezető pillanataiba kapcsolódhatunk be. Ünnepélyes elsősorban azért, mert nagyon nagy mezőny jött el erre a versenyre, és ünnepélyes azért is, mert rögtön búcsúval kezdhetjük. Búcsúval, egy olyan búcsúval, amely talán azoknak, akik a salakmotoros versenyt kedvelik, egy történelmet jelent, nekünk is természetesen. Ötös rajtszámmal, piros sisakban, a legbelső pályán, Adorján, aki az idei világbajnokságon, páros világbajnokságon a döntőbe jutott, és Kócsóval együtt egészen káprázatos eredményként a hatodik helyen végeztek. Kék sapkában mellette Urbán. Nézem már is a... illetőségét. Stanislav Urbán Csehszlovákiából, elfelejtettem feljegyezni. Bruchreiter 6-os rajtszámmal, ő fehér sapkában indul, még nincs itt. Lengyelországból. És a 8-ason Tihanyi. Az a Tihanyi, aki pénteken, tehát két nappal ezelőtt Lipcsében, pénteken este ráadásul Lipcsében maximális 15 ponttal nyerte a lipcsei nemzetközi vásár kupáját. Azonnal gépkocsiba ült szombaton reggel, és ma már itt van a nagydíjon. Ő tehát 8-as rajtszámmal, sárga sapkában a legkülső, tehát a 4-es pályán. Még egyszer tehát a megérkezett időközben Bruchreiter is, tehát Adorján, a csehszlovák Urbán, a lengyel Bruchreiter és Tihanyi. Adorján egyébként GM motoron motorozik. És a második futam rajta. Adorján próbálta tartani a belső ívet, úgy tűnik, hogy sikerül neki, úgy tűnik, hogy sikerül, nem sikerül. Egy pillanatnyi megingás elegendő ahhoz, hogy Tihanyi menjen az élre, a két magyar elől. Rángat a motorja Adorjánnak. Kívülről támad Adorján, aztán a belső ívre törekszik. Csökkent kettejük között a különbség, nagy a harc. Tihanyi nem lesz könnyű megelőzni Adorjánnak. 110 kilométeres sebességgel haladnak az egyenesben, 80 kilométer körül vannak a kanyarban. Utolsó kör. Adorján kisodródik ezzel, a túlsó egyenesben belső ívre kerülhet. Első ízbe, és egy motorhosszival első Tihanyi, második Adorján, harmadik a csehszlovák Urbán, és Bruchreiter a negyesnak, aki kék sisakban a második helyen rajtol, a második pályán egy pontja van, Balog ugyancsak egy pontos, és a lengyel Bruchreiter nulla pontos. Ő sárga sisakban a legkülső, tehát a négyes pályán. Itt azt hiszem elsősorban az érdekes, hogy vajon Balognak hányadik helyre sikerül bejönnie a három külföldi között. Legbelül Jedek, de kisodródik, és a fehérben versenyző Balog belül akár megszerezhette volna a vezetést, de nagyon jó Jedek. Átveszi a vezetést. Nem rossz helyezésed Balognak. Nem rossz. Balog Jánost az utolsó pillanatban kérték, hogy jöjjön el erre a versenyre.
tökéletesen helytáll a magyar fiú nyíregyházi versenyző. Gyerek verhetetlen, ha csak nem követel hibát. Az utolsó körben. Már pedig miért követne el, sokkal, de sokkal kiélezettebb pozícióban is mindig helyén a tudása a szíve. A hatodik futamban győz tehát Jedek, Csehszlovákia, második Balog, harmadik Bruckheiser Lengyelországból, és negyedik Pus Bruckheiser, kékben Kócsó, fehérben Újhelyi, sárgában legkívül pedig Hajdú. 5 pontja van Kócsónak és Hajdúnak, Újhelyinek 4, a lengyelnek 1 pontja, legbelül a lengyel tehát. Aztán kifelé a magyar nagyágyú. Kívülről Hajdú vág az élre, de rögtön ott van belül Kócsó, nem tud elmenni. Lezárta, mégpedig nagyszerűen Hajdú a lehetőséget. Első Hajdú, második Kócsó, harmadik Bruckheiser, negyedik Újhelyi, akinek most meg kell küzdenie a lengyellel a harmadik helyért, hogy legalább ponthoz jusson. Sárga sisakban Hajdú. Nagyon-nagyon támad hátulról Újhelyi. Nem tudja megelőzni a túlsó egyenesben sem Bruckheiser. Utolsó kör. Nem változott a kép, nem csökkent az előnye Hajdúnak Kócsóval szemben, és úgy tűnik, hogy Kócsó föl is adta. Viszont a harmadik helyen Újhelyi, ez igen, az utolsó lehetőséget használta ki. Győz Hajdú, második Kócsó, harmadik Újhelyi, bravo! És negyedik a lengyel Bruckheiser. Csak 1 pontos. Viszont éppen azért, mert olyan nagyjából egyenlő erők küzdelmére van kilátás, ez is jó verseny lehet. Kívülről Bruckheiser. Ő megy az élre, belül az osztrák Bőzner a második. Aztán az emlékezeli Gümmeré zárja, a Short Leitner a másik osztrák. Első kör végén marad ez a sorrend. Bőzner még csak dolgozik, szeretne följönni. Vezet a lengyel Bruckheiser. Hát ha csak valami csoda nem történik, ez a sorrend nem igen változik meg. Már pedig a csodákra egy kicsit várni kell. Első a lengyel Bruckheiser, második az osztrák Bőzner, harmadik NDK-ból Gümmer, és negyedik az osztrák Leitner. Hát szó, ez valóban nem volt nagy verseny. De pihenésképpen nem rossz, mert egy olyan 20. futam következik, ami párját riszkítja. Motoros nagydíj győztesének, Tihanyi Sándornak, a Hajdú Volán, debreceni Hajdú Volán versenyzőjének, 25 éves Jáva motoron teljesítette ezt a távot. Aki átadja, Kővári Kázmér, a Borsodi Építők Volán ügyvezető elnöke, valamint Koroknai Jenő, a Magyar Autó és Motorsport Szövetség salakszakágának a vezetője, második a nagy kedvenc. A nagyon nagy kedvenc Adorján Zoltán, pedig ő se videvaló, nem miskolci, debreceni. A debreceni Hajdú Volán versenyzője, ő 26 éves, az egyéni világbajnokságon 14. volt, párosban Kocsó valaki a harmadik lett, a hatodik idén a világbajnokságon. Az egyéni világbajnoki helyezését még 1985-ben Bradfordban, Angliában szerezte. A harmadik pedig az a Kócsó Antal, aki minden idők legjobb magyar eredményét érte el az idén,
a páros világbajnokságon, hatodik az egyéb.